Nehéz a boldogságtól búcsút venni, ma mégis könnyen megteszem. Sziasztok, én Neo vagyok, és ma úgy gondoltam beszélgessünk egy kicsit a kedvenc gyerekkori hősömről, Bud Spencerről. Bud Spencer egy fantasztikus karakter volt, nem csak azért, mert a filmjei szórakoztatóak voltak, és még mindig szórakoztatóak a fiatal és az idősebb generáció számára egyaránt, hanem azért is, mert mint ember is nagyszerű volt, elért nagyjából mindent az életében, azonban sajnos őt is elérte a végzet, ahogy sajnos mindannyiunkat elfog idővel, és ez el is gondolkoztatott egy kicsit, hogy legyél bármennyire hatalmas, erős, gazdag, szegény, teljesen mindegy, limitált időnk van a Földön, amit eltölthetünk, és ezt a legjobban kell kihasználnunk. Talán Bud Spencer mutatta meg ezt a leginkább, hiszen ő volt úszó, vízilabdázó, filmszínész, dolgozott ilyen aszfaltosként, ha jól olvastam valahol. Nagyjából mindent kihasznált, ami az életben lehetséges, de mégis a viszonylag hosszú élete után el kellett köszönnie, és most már az angyalokkal eszik babot, hogyha élhetek egy ilyen kifejezéssel. Milyen vicc? Ajándéklónak ne nézd a fogát, testvérem. Gondolj azokra, akiknek ennyi sem jut. Nem csak Bud Spencerről kívánok beszélni ebben a rövid, maximum 15 perces videóban, hanem arról is, hogy az életünknek mennyire fontos tényezője az idő, illetve hát annak korlátja. Ha azt nézzük, egy átlag ember maximum jó esetben 80 évig él, tehát ez alatt a 80 év alatt igyekeznünk kell ezt minél jobban kihasználni. Szemben a legtöbb vloggal, itt ebben az adásban nem az lesz a cél, hogy az én arcomat megmutassam, és akkor majd arra elmegy a fókusz. Szeretném, hogyha az egész videót a mondani való járná át, és annak a fontossága. Bud Spencer nekem mindig is egy példakép fog maradni, nem csak azért, mert a filmjei legendássá tették, hanem mint ember volt legendás. Élt azzal az életfilozófiával, amit én is hirdetek, hogy kihasználta a Földön töltött idejét, és ez emberileg egy fantasztikus dolog. Egy fantasztikus családot hozott létre, állítólag jó apa volt, és én szeretnék ugyanilyen emberré válni. Remélem, hogy most 20 évesen sikerül annyi mindent elérnem, amennyit Bud Spencer elért. Persze más területen, de a lényeg az, hogy ugyanúgy ki tudom majd használni az életemet, ahogy a Bud Spencer tette, tehát az itt lévő időmet. Az az igazság, hogy nem nagyon tudjuk, hogy meddig fogunk élni, és ez egy elég sarkalatos pontja az életünknek. És a kérdés csupán az, hogy vajon akarjuk-e tudni, hogy meddig élünk? Akarjuk-e tudni a deadline-t, a határidőt, amikor mi meg fogunk halni? Akarjuk-e pontosan tudni a halálunk napját? Ez mindig felvet ilyen érdekes kérdéseket. Vannak egyes emberek, akik azt mondják, hogy jó, hogyha tudjuk a halálunk pontos napját, mert akkor úgy tudunk tervezni, és akkor tudjuk, hogy mikor fog minket elérni a vég, fel tudunk rá készülni, és ez sokkal jobb, mint hogyha váratlanul csak úgy meghalunk. Vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy a határidő, hogyha tudják, hogy mikor halnak meg, az egy ilyen pallosként lebeg a fejük fölött, idegessé teszi őket, mert már fogják tudni a pontos idejét, ezért inkább, ha lehetőség van rá, akkor nem akarják tudni, hogy mikor halnak meg, mert akkor viszonylag nyugodtan élhetik a életüket boldog tudatlanságban. Én ahhoz a táborhoz tartozom, akik azt mondják, hogy jó lenne tudni, hogy mikor halunk meg, hiszen valamennyire könnyebb tervezni is, meg tudom, hogyha viszonylag mondjuk közel van a határidő, akkor mennyi mindent meg kell tennem még mielőtt meghalok. Igen, ez az adás most ez egy ilyen kis drámaibb téma, drámaibb, filozófikusabb téma, mint amit tőlem megszokhattatok. Ez részben azért van, mert mint mondtam, Bud Spencer egy nagyon komoly hatást tett rám gyerekként, és hiányozni fog az, hogy elment, és azt is el kell mondanom, hogy szerintem bátran mondhatjuk, hogy egy nagyszerű ember volt, és tényleg hiányozni fog az életünkből, mind színész, mind pedig ember. Bár hozzá kell tenni, hogy a filmjei nagyon egy kaptafára készültek, tehát nagyjából mindig ugyanazt a szerepet játszotta, ez Bud Spencer is bevallotta, azonban mégis szórakoztatóak voltak, és nem voltak erőszaktól túlfűtöttek, meg nem is az volt a lényege, hanem volt egy ilyen kis humor, egy kis báj bennük, ami
ami a mai filmekre már egyáltalán nem jellemző, és tényleg hiányozni fog az egész munkássága, amit létrehozott. Kár, hogy a mai 21. századi filmekben már nem tudunk tapasztalni hasonlót. Az is igaz, hogy ez már gyakorlatilag egy műfajján nőtte ki magát, tehát bárki is próbálná visszahozni a műfajt, azt hiszem nagyon komoly korlátokba ütközne, és valószínűleg nem is lenne sikeres. Ez pont olyan, hogy az amerikai stand-up átjött a magyar viszonylatokba, azonban nem hozta ugyanazt a minőséget, és most eljutottunk a pisikaki poénokig, ami valljuk be nem éppen egy minőségi tartalomgyártásra utal, és valahogy jellemző is egyébként a magyar viszonylatokra, hogy mindent áthozunk Amerikából, minden popkultúrát, műsort, de nálunk ez másképp jelenik meg, általában rosszabb minőségben. Érdekes, erről lehetne majd egy külön videót csinálni, úgy vélem, de szerintem maradjunk a témánál, mert az sokkal érdekesebb. Amit el akartam mondani ebben a videóban, és azt hiszem ezt érdemes is kihangsúlyozni, az gyakorlatilag, hogy mi emberek egy nagyon limitált időt töltünk a Földön, tehát érdemes lenne összeírnunk egy bakancslistára, ahogy van is egy filmben, hogy mit akarunk megtenni, és azt érdemes is elérnünk, és arra kell fordítanunk az időnket és az erőforrásainkat, hogy a listán szereplő dolgokat megéljük és teljesítsük. Ez most nagyon ilyen motivációs beszédnek hangzik, és mit tudom én, mindjárt elveszem a kenyerét valamilyen Nórának, akinek most nem ugrik be a neve, aki szokott hasonló bölcsességeket mondani. Igazából csak annyi a hozzáfűzni valom, hogy nem akarok a Nórának a nyomdokaiba lépni. Én csak fiatalként úgy látom, hogy rengeteg mindent érdemes lenne megtenni, ami a szívem vágya, mert ez a legnagyobb ember volt, és erős volt, és mit tudom én is, már gazdag is, vagy gazdagnak is mondható, és mégis elvitte a halál, ahogy mindannyiunkat, és ez annyira megrázó gondolat, hogy úgy gondoltam, érdemes erről beszélni egy videóban, és leülni így mikrofon elé, és elgondolkozni azon, hogy gyakorlatilag mit is akarunk kezdeni az életünkkel, mert tényleg nem tudhatjuk, hogy mikor lesz vége. Egy ilyen megrázó gondolattal zárnám a videót. Nem akartam túl hosszúra nyújtani tényleg, csak arra gondoltam, srácok, hogy ha még fiatalok is vagytok, és úgy érzitek, hogy hol van még az a 80 éves kor, gondoljatok arra, hogy az idő nagyon gyorsan elszalad a fejünk mellett, és már csak azt veszitek észre, hogy ops, eltelt x év, és lassan közelednek a végnapjaim, és gyakorlatilag mit tettem meg, semmit abból, amit én akartam, akkor mi értelme volt élni. Tehát, hogy arra nagyon figyeljetek, hogy az idő az borzasztóan telik, és 23 évesen ezt nevetségesnek találjátok az én számból, ugyanakkor mindenképpen fontoljátok meg azt, amit mondok, hogy az időnek a múlását mi általában túlbecsüljük. Tehát mindig azt mondjuk, hogy hol van még az az X év? Hol van még az a 70 év, amit valószínűleg meg fogok élni? Egyrészt ugyebár egyáltalán nem biztos, hogy megéljük a 70 évet, mert nem látjuk előre az időt, és nem tudjuk, hogy milyen dolgok történhetnek. Elüthet egy autó, mit tudom én, baleseted lehet, lehet, hogy kevesebbet élsz, tehát hogy ezeket mind bele kell kalkulálni az életünkbe, és érdemes úgy élnünk, hogy az életünk tartalmas legyen. Nagyon sokszor beszéltem erről a videóban, azt hiszem kicsit túlzásba is vittem, mert nagyjából ugyanazt fogalmaztam meg újra és újra, de fontosnak tartottam, hogy ez kiemelve legyen, és ez legyen gyakorlatilag a videónak a fő témája, az életünk és annak rövidsége. Talán ezt is adom majd a videó címének. Köszönöm, hogy velem tartottatok, legközelebb újra találkozunk, sziasztok!